Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Január 15-e hétfő van, ezek a Győr Plus Televízió legfrissebb hírei. A 81 évvel ezelőtti Dóni áttörés hőseire és áldozataira emlékeztek a Széchenyi téri Bencés templomban. Továbbra is komoly gondot okoz a belvíz rabkertben, egy rászoruló családot az OSP-be költöztettek. A koronavírus járvány után 2024-ben Főnix madárként feltámadva tért vissza a Győri Média Bál. A Dóni áttörés hőseire és áldozataira emlékeztek a Széchenyi téri Bencés templomban. 1943. január 12-én a keleti frontra küldött II. Magyar Hadsereg a hatalmas túlerő, az embertelen körülmények és a nem megfelelő felszerelés miatt gyakorlatilag teljesen megsemmisült a Dónkanyarban. A Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend területi székkapitánysága által szervezett megemlékezésen Sárai Szabó Kelemen Bencés főapát mutatott be szentmisét, majd dr. Dézsi Csaba András polgármester emlékezett vissza a 81 éve történt eseményekre. Sárai Szabó Kelemen mutatott be szentmisét pénteken kora este a Széchenyi téri Bencés templomban. A győri Bencés rend vezetője homiliájában arról beszélt, hogy a Dóni hősök annak ellenére tették, amit tettek, hogy lehetetlen küldetést próbáltak teljesíteni. Aki tud mit kezdeni életében a láthatatlan értékekkel, hőssé tud válni. Hőssé, mert olyan emberré válik, akit nem a külső körülmények határoznak meg, hanem szavában, te életében, tetteiben hű marad az ígéreteihez. A Dóni áldozatok a hazáért küzdöttek, parancs teljesítést fogadtak, és a körülmények ellenére is tették, amit tenniük kellett. Isten adjon nekik örök nyugodalmat. A szentmise után Győr polgármestere mondott emlékező beszédet. Dr. Dézsi Csaba András úgy fogalmazott, a Dónkanyarban pont annyian vesztek oda, mint amennyien Győrben élnek, akiket összeköt az, hogy győriek és magyarok. 81. évfordulójához érkeztünk el a Dóni áttörés eseményének, és 81 év után is emlékezünk erre a napra. Egy olyan napra, ami egy rendkívül véres epizódja volt annak a háborúnak, ami megváltoztatta a történelmet, megváltoztatta az országhatárokat, emberek, családok életeit változtatta meg. Vajon hányszor mondhatták el, hányan mondhatták el azokban a pillanatokban, hogy Uram, bocsáss meg a mi vétkeinket, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amik a 80 kilométeres metsző hideg szélben, a mínusz 30-40 fokban, katonazuhonyban, bakancsban, golyózáporban haltak meg, vagy ha ezt éppen túlélték a golyó általi halált, akkor megfagytak a nagy orosz télben, vagy fagyott végtagokkal, amputált végtagokkal kerültek be a hadifogságba. A polgármester arról is beszélt, hogy hiába történt immár 81 éve a Dóni katasztrófa, a fiatalokat még mindig érdeklik az akkor történtek. Azt gondoltam, hogy egy 81 évvel ezelőtti történelmi esemény, bármennyire is megrázó a magyar történelemben, ma már talán nem érdekli a fiatalokat. De érdekli. Beszélgetnek róla, bár a Facebookon már nem csak fiatalok vannak, és volt, aki arról emlékezett meg, hogy a tény nagypapája halt meg ebben a háborúban. Volt, aki arról emlékezett meg, hogy hazatért fél lábbal ebből a harcból, és utána kirekesztett lett a társadalomban, mert hogy hát ők mentek oda. Miért mentek oda? Ők voltak azok, akik megtámadták. Akik behatoltak arra a helyre, ahol mások éltek addig békességben. Na de aztán másnak odaírta, hogy ők nem önszántukból mentek, hanem oda vezényelték őket. És ha nem mentek volna, akkor agyonlőtték volna őket itt helyben.
És ebben a vitában azért a legjózanabb hangok azok, akik elmondják azt, hogy nem érdemes ezzel vitatkozni, hiszen nincsen igazságos áldozat. A Doni hősökre és áldozatokra emlékező ünnepség végén a jelenlévő állami, önkormányzati, illetve civil szervezetek nemzeti színű szalagot kötöttek fel az emlékezés közös koszorújára. Az elmúlt időszakban lehullott hatalmas mennyiségű csapadék óriási problémákat és károkat okozott Európa szerte. Győrben és környékén az árvíz mellett komoly gondokat okozott a belvíz is. Rabkertben sok ingatlan udvarára is betört a belvíz, néhány épületben pedig a lakhatás is akadályokba ütközik pillanatnyilag. Egy háromtagú családnak el is kellett hagyni a lakóhelyét. Ők a polgármester közbenjárására az Olimpiai Sportparkban hajthatják álomra fejüket, amíg nem tudnak visszaköltözni rabkerti otthonukba. Ebbe a szobába költözött be hétvégén az a háromtagú család, akiknek a háza vált lakhatatlanná az elmúlt időszakban a belvíz helyzet miatt a rabkertben. A bajba jutott család megsegítésére a polgármester érkezett. A Rabkertben nagyon komoly belvíz emelkedés alakult ki, nagyon komoly belvízkárok vannak, többen kint laknak a Rabkertben, például a család a svájci frankhitel törlesztetlensége miatt egy nyírreális törlesztő részleget kértek, elvesztette a lakását, annak idén ki kellett költözzenek a Rabkertbe, de ott egy kertes kis házban éldegéltek, és aztán most a belvíz teljesen elvitte a teljes házukat, és segítséget kértek valakitől, aki ezt a segítséget adta, hogy havi 200 000 forintért beköltöztette őket ide egy hotelba, és amikor megtudtam ezt, akkor az Olimpiai Sportparkban felállítunk egy ingyenes szállást, amíg a belvíz rendeződik, a fertőtlenítést elvégezzük. Amúgy is több szivattyú dolgozik a Győr-Szolnok munkatársai a vízügy segítségével és a katasztrófavédelemmel is együttműködve. Rendszeresen hetente tartunk megbeszélést, hogy mivel tudunk segíteni az embereknek. Ott tudtam meg én is ezt a történetet. Az idős asszony a Győr Plusz médiának elmondta, a víz teljesen ellepte az udvart, és emiatt már fűteni se tudtak. Most az egész műhely, meg a fa, ahol ami volt, meg oda tároltam motorokat, az mind elúszott, tehát oda bement teljesen a víz, és akkor olyan nagy volt, hogy már fiam nem tudott, elázott a fa, tehát fűteni se tudtunk, mert fával fűtünk, nem kandalló, hanem cserépkályhával, és akkor már házott a fa, meg ő se tudott hátra menni a nagy víz miatt, mert a gumicsizmába is bement a víz. Akkor elől is már én se tudtam menni, vakon bottal sem, gumicsizmát vettünk. Hercsel Ferencné hozzátette, nagy segítség ez most nekik. Nagy segítség, mert itt hirtelen tudtunk elhelyezést kapni, és ez azért nekünk kemény 200 000 forint volt, és akkor most a polgár úr segítségével kapunk egy ingyenes lakhatást a olimpiai centrumba. Nagy Gergely László, a Győr Projekt Kft. Ügyvezetője elmondta, amint a kérés megérkezett az önkormányzat felől, rögtön előkészítették a szobát. Természetesen most is, mint a legutóbbi szükséghelyzetkor, most is állunk az önkormányzat és a rászorulók segítségére. Legutóbb ugye az ukrán-orosz háború kitörésekor volt szükség az Olimpiai Sportpark szálláshely szolgáltatásának kihasználására. Most pedig a Rabkertben történt belvíz feljövetele miatt néhány rászoruló családnak nyújtunk segítséget az önkormányzat kérésére. A Rabkertben a rengeteg lehullott csapadék képtelen elszivárogni a teljesen telítődött talajban. A Győr-Szol ZRT munkatársain napok óta folyamatosan a belvízkárok enyhítésén és elhárításán dolgoznak. Reggeltől késő estig mennek a helyszínen a szivattyúk. Azok a lakók, akik kénytelenek elhagyni lakásukat, nekik átmeneti szállás biztosít a város. Az erre vonatkozó igényt munkaidőben a népjóléti osztály telefonszámán jelezhetik a 0696 500 552-es telefonszámon. Kerekasztal beszélgetésen vettek részt a megye legnagyobb cégei, a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában.
A találkozón természetesen nagy hangsúlyt kapott az autóipar, de a munkaerőpiac általános kihívásairól is egyeztettek a szakemberek. Az eseményen Németh Kinga, az Audi Hungária személyügyekért és szervezetért felelős igazgatósági tagja kiemelte, az egyik legfontosabb feladat az, hogy a munkavállalók számára időben megkezdődjenek az új technológiákkal kapcsolatos képzések. A megye nagyvállalatainak képviselőit ültette egy asztalhoz a kamara. A cégek nyitottak arra, hogy tárgyaljanak az aktuális technológiai és humán erőforrásokat érintő változásokról. A nagyvállalati klubunk jelen pillanatban a megye GDP-jének több mint 70%-át termeli meg, tehát a gazdaság szempontjából egy rettentően fontos szervezetéről van szó a kamarának, és a nagyvállalati klub azért ül össze, hogy megvizsgálja a humán erőforrás és a versenyképességnek az összefüggését. Mert az autóipart, ami a mi megyénkben egy kiemelkedő iparág, olyan sok változás éri, amire most nagyon fontos, hogy jó válaszokat adjunk, és ebben a jó válaszokban az egyik legfontosabb, hogy a humán erőforrást hogy tudjuk a leghatékonyabban nem is azt mondom kihasználni, hogy tudjuk leghatékonyabban működtetni ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk Magyarországon, Európában és a világon. Az Audi Hungária ZRT jelentősen befolyásolja a térségben zajló gazdasági folyamatokat. Az autóipari vállalat nagy nyomást gyakorol a bérekre és a munkamorára is. Az Audinak óriási szerepe van. Minden szem az Audira figyel, hogy az Audi hogy állapodik meg a szakszervezettel, hogy állapodik meg a munkatársaival, mert az egész megyére kihatással van. És amit az Audi, amilyen drasztikus érebelést hajtott végre az elmúlt évben, az megye gazdasági pillanatban beleremegett, mert nem bírt vele lépést tartani. És arra akarjuk rádöbbenteni az Audit, hogy az Audi önmagán kívül az egész megye gazdaságára hatással van a fizetésekben, a munkamorálban és az egész hozzáállásban. A megye cégeinek képviselői felvezetésként a PVC Magyarország Kft. HR vezetőjének előadását hallgathatták meg, többek között arról, milyen generációs és korosztályos elvárások jelentkeznek a munkavállalóknál. Majd a kerekasztal beszélgetés következett, ahol négy vállalat képviselője nyilatkozott a lehetséges változásokról. Szó esett a munkavállalókat leginkább érintő kérdésekről is, arról, hogy a robotok megjelenése a termelésben hogyan érinti a dolgozókat. Ehhez kapcsolódóan elhangzott a változásokra a munkavállalóknak is nyitottaknak kell lenniük. Nem biztos, hogy van időre. Tehát ha most Audi Hungáriáról kell beszélnem, és arról fogok beszélni, akkor a legnagyobb feladatom a HR-es csapatommal most az, hogy a 12 000 munkavállalóban felébresztem azt a vágyat, igényt, hogy a digitalizáció megérkezésével az elektromotorgyártás egy sokkal automatizáltabb üzem, tehát ott nincs szükségünk annyi szereldi alkalmazottra, hogy időben kezdjük el az átképzést, mert bizonyos munkahelyek meg fognak szűnni nagy létszámban, és azt nagyon gyorsan meg kell nézni, hogy mi kompetenciák irányában fejlesztünk bizonyos munkatársi rétegeket. A szakemberek arról is beszéltek, hogy régiónk Bécs, Pozsony és Budapest között helyezkedik el. Az egyfőre jutó GDP az EU átlaghoz képest 150%-os, és a munkaerő elszívása állandó, ez pedig felveti a külföldi munkavállalók megjelenésének kérdését is. A koronavírus járvány miatti kihagyás után 2024-ben Főnix madárként feltámadva, de ismét a már megszokott színvonalon tért vissza a győri médiabál. Szombaton este az ünnepi köntösbe öltözött egyetemi csarnokban sztárfellépők egész sora extra produkciókkal szórakoztatták a szép számú bálozót. A hivatalos megnyitó ceremónián több díjat is kiosztottak az arra érdemeseknek. A rangos eseménnyel pedig ezennel hivatalosan is kezdetét vette a 2024-es báli szezon. A programot Szekeres Adrián és László Boldizsár közreműködésével a Győri Filharmonikus Zenekar nyitotta meg a 2024-es Győri Médiabálon. A szervezők részéről Pintér Péntek Imre, a Vármegyei Iparkamara elnöke nyitotta meg az impozáns eseményt.
Gyurival elhatároztuk, és pár aktív emberrel, hogy tudatlanok bátorságát kihasználva nekiállunk, és a szakmának szervezünk egy bárt. Aztán a szakmai bárból az idők folyamán lett a régiónak a bája, és lett egy olyan társadalmi esemény, ami már országos szinten is érzékelhető és látható. Ugyanebben az időszakban, 2002-ben a valamikori KTMF, a Közlekedési Távközlési Műszaki Főiskola egyetemi rangot kapott, és elindult az egyetem válás útján. Őrült, sebességű és nagyívű építkezéssel, szószoros építkezéssel, és az egyetem ezt az építkezést nagyon jól tudta, hogy nem elég csak a körülményeket európai szintűvé tenni, hanem a fizikai környezetet meg kell tölteni szellemiséggel is. És most érkeztünk oda, hogy az egyetem a szellemiség megtöltésével, hogyha ilyen buta szavakat használhatok, meg akarja mutatni, hogy milyen polgárai vannak az egyetemnek, és most első alkalommal a 20 éves médiabál és az első győri Széchenyi Egyetem diátadó estjét közösen tartjuk. Az eseményen dr. Dézsi Csaba András, Győr város polgármestere is köszöntötte a bálozókat. Győr egy olyan város, ahogy mondtam, hogy mindegy nagy család élünk, mindenféle ember van, sok mindenben eltérnek a vélemények, de mégis az a fontos, hogy abban egyetértünk, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy Győr sikeres legyen, hiszen ez a mi városunk, itt élünk, vagy a környékén élnek önök is, és azt tesz minket erőssé, boldoggá, hogyha a városunk fejlődik. Ha fejlődik Győr, fejlődik az egyetem, ha fejlődik az egyetem, fejlődik a város. És ez igaz minden itt dolgozó embernek a munkájára, eredményére. Büszkék vagyunk arra, hogy győriek vagyunk, és büszkék vagyunk minden győrire. Dr. Filip Bálint, az egyetem elnöke is üdvözölte a megjelenteket. Óriási megtiszteltetés, hogy a mai rendezvényen képviselhetem a Széchenyi István Egyetemet, mert tudom, mennyit dolgozik közösségünk, hogy intézményünk kitűnő, rangos univerzitásszá váljon. Ismerem azt a hosszú utat, amit idáig bejártunk, és azt is, mennyi tennivalónk van még. De ma megállhatunk néhány órára, hogy együtt ünnepeljünk. Büszke vagyok arra, hogy volt hallgatóként, oktatóként, vezetőként, Szekeres Tamás egykori rektorunk tanítványaként 25 éve szolgálhatom az egyetemet, és járulhatok hozzá a fejlődéséhez. Jó szívvel mondhatom, hogy ma egy európai kampuszunk van Győrben, egy igazi ékszerdobozunk Mosonmagyaróváron, és egy a legkorszerűbb technológiákra összpontosító innovációs parkunk Zalaegerszegen. Mindebben olyan partnerek segítenek bennünket, akik az egyetem barátai és szövetségesei. A Széchenyi István Egyetem év alumni díját idén Kreinbacher Józsefnek ítélték oda. Az egyetem kiválóságait is díjazták, az év oktatója elismerést dr. Pinke Gyula, az év hallgatója díjat Bosics Dorina jogász és Doma Dániel mérnök informatikus hallgató, az év nemzetközi hallgatója díjat Ahmad Giradi Szura logisztikus hallgató kapta. Az elismerések sorát a Bál Média Személyisége díj átadása zárta, amit az est házigazdája, egyik műsorvezetője, az ismert tévés Gönczi Gábor vehetett át. Az első mondatoknál kezdett gyanús lenni ez a dolog, ez tényleg most állt össze bennem, hogy valóban én állok most itt. Nagyon megható és óriási megtiszteltetés. Nem szeretnék hosszan beszélni, de azért néhány gondolat feltétlenül kavarog a fejemben. Az első és legfontosabb az az, amikor Imrét megismertem. Eljött hozzánk egy olyan klubba, ahol mi játszottunk a zenekarral, nem olyan messze innen. Marica feleséged volt veled, eljöttetek, és hoztál egy nagy könyvet, egy ilyen nagy albumot, amiben azt hiszem, hogy akkor még 4-5 média bálon voltatok túl, és azt mondta, hogy figyelj, üljél le, és ezt a könyvet most szeretném neked megmutatni. Thank you.
A bál nyitó táncát a Győri Balett művészei mutatták be a világhírű operaénekes Miklósa Erika csodálatos előadása alatt. A Magyar Művészeti Akadémia és az egyetem kortárs művészének alkotásai pedig igazán különlegessé varázsolták az estét. A megnyitó után kezdetét vette az igazi szórakozás, amelyről a remek zenék és a finom ételek gondoskodtak. A Győr Plusz Rádió a helyszínről közvetítette a legfontosabb eseményeket, kollégáink 19 és 23 óra között jelentkeztek be folyamatosan a báli szezonnyitó eseményről. Január 16-án, kedden 20 óra 25 perckor érkezik a 2024-es év első Kifutontúl című műsora. Népszerű állatkerti magazinunk idén is sok-sok izgalmas kulisszatitkokat tartogat és mutat majd be a nézők számára. Ezúttal az úgynevezett Nem szeretem állatok és kedves társaik békés együttélését, valamint az állatkerti közösségek lakhely megosztását is végigkövettük, illetve ismét ellátogattunk a gyepmesteri telepre, ahol több kutya orvosi beavatkozását is megnézhettük. Ráadásul egy újonnan érkező lakót is megismerhettünk. Szorgosan szedik a lábukat az állatkert tengeri malacai, az apróságok így masíroznak végig minden nap az állatpark egyik állandó programjaként. A kígyók terrárium előtt is elhaladnak, ez azonban cseppet sem zavarja őket, ráadásul nem is jelentenek veszélyt egymásra. Ennek nálunk tengeri malacok, kígyók, siklók, békák, patkányok, ők speciál úgy élnek itt együtt, tehát hogy kiemelvén a tengeri malac vonatunkat, mint egy népszerű látványprogramunkat. A tengeri malacok itt haladnak el ugye a kígyók előtt, bár ez a tengeri malacot sem fogja zavarni, illetve a kígyót sem fogja zavarni, mivel hogy nem találkoznak, nem kontaktolnak egymással, kvázi azt se tudják, hogy ők itt egymás mellett közlekednek. A kígyó nem fogja látni őket az üvegen keresztül, a tengeri malac nem fog megállni és bekukucskálni az üvegen, hogy mégis kilakik ott, tehát semmilyen stresszforrás nem éri őket ezáltal. A csarnokban tehát az úgynevezett Nem szeretem állatok békésen együtt élnek a cukiságokkal. Ez pedig így van a Dél-Amerika kifutóban is. Többek között erről is szó lesz a 2024-es év első kifutón túljában. Az állatkerti kifutók elnevezései többek között igen arról kapták a nevüket, hogy milyen állat vagy milyen állatcsoport él benne, vagy pedig honnan származik az az állat vagy állatcsoport. Ugye az is itt a feladat, hogy nyilván mi is állatkerti dolgozók meg tudjuk különböztetni, hogy na most akkor melyik kifutóról van éppen szó. Ahol most vagyunk, az a Dél-Amerika kifutó. Hivatalos nevén. Ez egy úgynevezett társas kifutó, ez azt jelenti, hogy itt többféle állat él együtt. Itt mögöttem láthatok például a lámák, amik nem láthatók, azok a kifutó túloldalán vannak a tapírok, illetve a közönségkedvenc kapibaránk és a nagymarák vagy pampanyulak. Az, hogy együtt élhetnek ezek az állatok, azt teszi lehetővé, hogy békés természetű állatokról beszélünk. Szinte telt ház van már évelején a győri gyepmesteri telepen, ahogy már múltkor is láthatták a kifutón túlban. A telepre azok a kutyák érkeznek, akiket az utcáról szednek össze. Legtöbbjükben csip sincs, így sosem derül ki, ki volt korábban a gazdájuk. A gyepmesteri szolgáltatás az önkormányzatok finanszírozzák. Kötelezően ellátandó feladatként van kiadva nekik, és ők nyújtják hozzá az anyagi hátteret. De a gyepmesteri telepen nem csak a szűken vett gyepmesteri tevékenységet látjuk el, hiszen miután egy kutyusnak lejárt a várakozási ideje, mi utána sem altatjuk el őket, hanem tovább tartjuk, megpróbálunk újra és újra gazdát találni nekik. Ez alatt az idő alatt, mint gondos gazda, időről időre oltjuk őket, különböző oltásokkal esetleg megbetegednek, kezeljük őket, és ez a plusz tevékenység, ez már nem gyepmesteri szolgáltatás, ez már egy állatvédelmi funkció, illetve még a kötelező időn belül is plusz oltásokkal látjuk el a kutyusokat, azért, hogy nehogy valami járvány felüsse a fejét a telepen. Január 16-án kedden 20 óra 25 perckor tehát mindenkit várunk a képernyők elé egy izgalmas állatkerti körutazásra. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.